Srácok, ez itt újra megnézzük, hogy működik a mikrofon. Szevasztok, srácok! Ez itt újra a heti LEGO hírek. A mai alkalommal foglalkozni fogunk a San Diego-i Comic-Con-ról megjelent készleteknek a elérhető összerakásuk mutatóiról, a legújabb augusztus 1-ével megjelenő készletekről, és bemutatkozik egy újabb Hidden Side készlet. Az első hír, amit találtam nektek, hogy ugye 2 héttel ezelőtt volt a San Diego-i Comic-Con, és ott megjelentek exkluzív LEGO készletek. Nos, ugye ezeket Magyarországon elég nehezen lehet beszerezni, de van számunkra is egy kis megoldás, mégpedig az, hogy a LEGO hivatalosan is közzétette ezeknek a készleteknek az összerakási útmutatóját, úgyhogy be is linkelem őket ide a videó alá, úgyhogy ha szeretnétek összepakolni őket, akkor nincs más dolgotok, mint megvásárolni a megfelelő elemeket, és itt az összerakási útmutató segítségével össze is tudjátok rakni mind a hármat, így a Batman készletet, a Marvel-es készletet és a Star Wars-nak a Sith Trooper készletét is. Holnaptól elérhető, azaz nektek mától, tehát augusztus 1-től az új termékcsoportja a LEGO-nak, mégpedig a Hidden Side készlet, és abban bemutattak egy újabb, kisebb készletet, ami nagy valószínűséggel legalábbis a hír beszámolója szerint ez egy ilyen kis promocionális termék lesz, mégpedig gondolom, hogyha vásároltok ebből a Hidden Side csomagból, akkor ajándékba kapjátok ezt a 4336-os Newbury Juice Bar nevezetű kis készletet. Reméljük, hogy tényleg igazak a hírek, és ez egy ilyen promocionális termék lesz. Amúgy a készlet 127 darabos, már csak ezért is gyanakodnak sokan arra, hogy ez egy promóciós készlet lesz, mivel ugye nagyon kicsi, de attól függetlenül ezzel is ugyanúgy lehet játszani az app segítségével, ami nagy valószínűséggel bemutatok majd én is néhányat a csatornán, hogy hogy is néz ki ez az egész Hidden Side-os téma, mert engem is érdekel, sose játszottam még ilyen augmented reality LEGO készlettel. A következő csak egy szivárogtatás, szóval ezeket kezeljétek helyén, ezek csak pletykák, tehát nem biztos, hogy valóság alapjuk is van, de nagy valószínűséggel 2 darab újabb Harry Potteres könyv fog megjelenni a LEGO gondozásában, mégpedig a Harry Potter Time for Magic nevezetű, aminek a főoldalán ugye Ront láthatjátok, és egy Ron minifigura fog érkezni a készlethez, még a második a Search and Find Adventure nevezetű kis könyvecske, amin Piton lesz a exkluzív minifigura hozzá. Igazából ez nem is annyira exkluzív, mivel én ezt a kis figurát már láttam ugye az előző 2018-as sorozatban kiadott Harry Potter szettek között, de ha érdekel ez a kis könyv, akkor hamarosan szerintem ez is elérhető lesz, ha igazak a hírek. A következő igazából ismét csak egy pletyka, mégpedig, hogy kilik elődött egy kép a következő gyűjthető minifigura sorozatról, mégpedig ugye a 19. ebben a sorozatban, amit láthatjátok a képen is, ugye ez nem egy ilyen licenszelt sorozat lesz, hanem csak egy sima gyűjthető LEGO minifigura sorozat, de azok között is van sok elég érdekes kis minifigura. Aki szereti a figurákat és gyűjti őket, az mindenféleképpen rá fog hajtani, gondolom ugyanolyan 1290 forintos áron lesz, mint az előző összes többi, ha jól emlékszek, hogy annyi volt. És augusztus 1-től megjelenik néhány újabb készlet, mégpedig a Harry Potter sorozatból 2 darab új jelenik meg, ugye a Bebaton készlet és a Rise of Voldemort készlet, megjelenik az összes Hidden Side-dal kapcsolatos termék, és a Technic termék családban is megjelenik 3 darab új készlet. Nos srácok, ez volt a mai gyors LEGO hírek, ha kíváncsiak vagytok még tartalomra tőre, akkor mindenféleképpen nézzétek meg ezt a mellettem lévő T-Fightert, ezen a héten ez volt a bemutatón. A következő alkalommal egy kisebb készlettel fogok foglalkozni, nagy valószínűséggel egy autós téma lesz. Addig is jók legyetek, srácok, és találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!